Szervusztok, szép napot! Ismét itt vagyunk az emlékpontnál, és látszik, hogy milyen csúnya az oldala. A 30 kilós fémlevezeket, ami képesek lennének egy óvodást is ketté hasítani, azt ugye sikerült leszeretnünk tavaly, de az a fehér fólia, amit a helyére tettek, az sem állta ki az idő próbáját. A magyar állam Lázár János gyönyörű projektjét ennyire tudja karbantartani, és nem csak, hogy ronda, de veszélyesség okán le is van zárva. Itt kerülgetik a vásárhelyiek, immár hónapok óta. Most Lázár János, ha már egy ilyen csodát épített ide Hódmezővásárhelyre, akkor nem értem, hogy ő, mint képviselő miniszter, építésügyi miniszter, ezt nem tudja elintézni, nem akarja elintézni, esetleg kimondottan gátolja. Nem tudom, mi az igazság, de végtelen fölháborít az, hogy a vásárhelyiek itt kerülgetik hónapokig. Mi már megcsináltuk volna régen, igaz, hogy ha rátlett volna bízva, akkor biztosan nem ilyen korrupciógyanúsan magas áron készül el, és nem ilyen csapnivaló minőségben. Kérjük együtt Lázár Jánost és a magyar kormányt, hogy szabadítsák föl legalább és azonnal a kerékpárútunkat, és minél hamarabb a járdákat, ezt a csúfságot takarítsák el innen, csináljanak vele valamit. Köszönöm szépen, kérjük együtt, és hát akkor sikerülni fog. További szép napot!